A Röszkei Általános Iskola drámapedagógia csoportja a járványhelyzet ellenére hosszú hónapokig készült, hogy bemutathassa aktuális színdarabját. A szegedi Agórában rögzített felvételen a Foltmanó kedves, igazán karácsonyhoz illő történetét ismerhetjük meg. Max Lucado Értékes vagy című írása alapján a darabot színpadra állította Horváth Kulik Szilvia drámapedagógus. A foltmanó kicsik fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, a fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fenn a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsik falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Némelyeknek nagy volt az orra. Másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Némelyek kalapot hordtak. Mi mások nem. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, ugyanabban a faluban laktak. Add nekem őt vissza. Én alkottam, ő az én famanó. Nem. Gonosz és irigy lettél. Ezt csak azért mondod, mert rájöttél, hogy én is tudom azt, amit te. Én vagyok a mester. Engem nem tudsz felülmúlni. Minden famanót én teremtek meg. Nem? Hát csak figyelj! Tűnj el onnan! Én vagyok a fafaragó mester. Én a... Hol vagyok? A műhelyem. Történt veled egy kis baleset. Gyere meg tisztogatni. Jó itt nálad. Csend van, és finom illat. Ez a fának az illat, amiből faragtak. Ja, meg a sütijék.
Éppen most sült ki. Vigyázz, még meleg. Igen. Te találtad ki, hogy nézett ki? Igen. Azt, hogy ilyen legyen a keze, a lába, hogy ilyen magas legyen? Igen. Tetszik. Ez meg mi? Ne nyúlj hozzá, mi van, ha mérgező? Mi van, ha bajod esik? Szagolni meg végképp. Muti! Mi van? Csak kicsit fura a szaga, kicsit fura az állaga, de ha nektek nem tetszik? Assza! Milyen szép színem van. Ez a kedvenc színem. Ilyen a szobám színe. A barátnőm jut róla eszembe. Harmonizál az intelligenciám. Köszönöm, hogy tegnap vettél nekem egy süteményt. Nagyon szépen köszönöm, hogy tegnap vettél nekem egy kis kutyát. Hálás vagyok, hogy tegnap átjöttél. Örülök, hogy tegnap segítettél megírni a házi feladatomat. Köszönöm azt a sok szép emléket. Köszönöm a tegnapi forró csokit. Köszönöm szépen, hogy tegnap eljöttél velem biciklizni. Jó shoppingozunk! Hálás vagyok, hogy tegnap hazakísértél. Örülök, hogy tegnap sütöttünk mézes kalácsot. Kedves vagy, hogy tegnap segítettél. Jól esett, hogy nem növettél ki. Köszönöm, hogy tegnap segítettél a házunkban. Örülök, hogy velem játszottál. Köszönöm, hogy tegnap táncoltál velem. Köszönöm a tegnapi kávét. Jól esik, hogy a barátnődnek hívsz. Örülök, hogy megbízhatok benned. Köszönöm, hogy tegnap hazakísértél. Örülök, hogy megértjük egymást. Nagyon tetszik az elég. Ezt azért, mert te vagy a legjobb barát. Hát ezzel meg mi legyen? Büdös a szaga, ronda a színe, ez nekünk nem kell. De ez viszont már igen! Siess, a falu már aludni készül. Holnap is jöhet? Igen, minden nap, ha szeretnél. Erre nem számítottál, igazam van? Mit keresel még itt? Mondtam már, hogy tűnj el. Érdekes. Talán nem értetted meg teljesen. Nem tudod őket irányítani. Ugyan már! Amit tőlem kaptak, már is sokkal értékesebb számukra, mint akármi, amit te tettél értük. Figyeld csak meg! El fognak felejteni téged.
A nap megírra, azt hívek táncolni, eljött a második. Ez meg légteres. Ez te voltál? Dehogy is. Bár megmondtam, hogy ez nekünk nem kell. De ez még igen. A csillagok ragyognak, eljött az este.
lett, csupa fekete lett, pontosan olyan, mint amilyen én voltam. Látom, de hát nem tehetek érte semmit. De engem is megvédtél. Igen, de a famanóknak önálló életük van. Ők döntenek. Akkor lemondasz róla? Nem. De neki kell rájönnie, hogy szüksége van rám. Én ezt nagyon nem értem. Nem baj, majd később megérted. Menj aludni. Pancsinál. Hogyja! Na, elismered végre a tudásom? Azt én mindig is szem előtt tartottam. Belerondíthatsz, de nem tudod átvenni a helyem. Az már nem is kell. Itt van nekem a sok famanód, volt nincs. Már az enyémek. Én irányítom őket. Élihez? Igen, jó ticsergök nála. De mégis miért? Azt majd meglátod. Csak gyere el hozzá. Szerinted szóval velem? Szia, Éli. Örülök, hogy láttam. Pancsinello, gyere ide, hadd nézzelek. Te tudod a nevem? Persze, hogy tudom. Gyere. Téged valamennyire összekentek? Éli, én tényleg nem akartam, én igazán nem akartam. Figyelj, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, amivel a többiek, és szerintem neked se kellene. Azért jöttem, mert találkoztam vele. Szia. Pancsinello. Akkor téged miért is nem tudtak bekenni? Mert elhatároztam, hogy fontosabb az nekem, amit Éli gondol rólam, mint a többiek. Csak akkor fog rád a festék, ha hagyom. Én ezt nem értem. Nem, vagy most még nem is kell. De gyere, egy kicsit megtisztítalak. Jó itt nálad. Olyan békés és olyan jó az az illat. Ez a fa illata, amiből Éli faragott.
Ja, meg a süti. Vigyázz még vele. Tényleg te látod, hogy ilyen színű legyen a hajam? És hogy ilyen magas legyek? Igen, mindent én. Köszönöm, egészen tetszik. Szívesen. És a többiek mikor fognak feljönni? Hát, azt nem tudom. Szia, kedves! Sziasztok! Luci vagyok. Én kedves. Hol csinálom? Kedves. Gyere csak ide. Gyere, Sufi? Persze, köszönöm. Valami van az orrodon, várjál, azt is elveszem.